Folytatjuk titkos családi recepteket bemutató sorozatunkat. Most Marika néni engedett be a konyhájába, és főzünk. Mit főzünk? Egy csirkepaprikást, jó sok petrezselyem zölddel, és nokkedlivel. Ahogy illik, ahogy tanultuk, nagyanyáinktól, nagyszüleinktől, szüleinktől, hagyományosan ránk maradt. A gyerekeim most is azt mondják, olyan csirkepaprikást, mint te, nem tud csinálni, esetleg mama. Nagymama még csinált ilyet, de más ne. Mitől különleges ez, és mi kell hozzá? Talán a különlegessége az egyszerűségében van. Azt, hogy nem használok semmit mást, fűszert, különösebbet, mint a sóbors, paprika, petrezselyemzöld. Nem teszek hagymát bele, nem teszek fokhagymát bele, sokan úgy. Csak ez tényleg nagyon egyszerű. Igen, igen. Akkor kezdjünk is neki, hogy mit kell most először. Most egyszer... Megélezzük a kést. Megélezzük a kést, úgy van. Megélezzük a kést, és akkor fölvágjuk a combokat. Tehát akkor ezt így félbe kell vágni. Így félbevágunk, igen. Oda betesszük, hogy mossuk meg. Milyen sűrűn kell csinálni a családnak ilyen csirkepaprikást? Hát amikor összegyűl a család, akkor mindegy csirkepaprikást kérnek. Most is itt volt a fiam, a unokám, menyem meg családja. Kérdeztem, hogy na gyerekek, mit főzzek, anyja, hát kérdés ez? Ugye most a csirkecombok egy picit megpirultak, miért volt erre szükség? Azt mondják, hogy nagyon jó bármilyen párolt húst, hogyha egy picit át sütünk, úgymond, csak éppen, hogy megfehéredik, sokkal zamatosabban marad a hús meg, mint hogyha csak egyszerűen beletesszük. És akkor most kuktába fogunk most főzni. Most kuktába fogunk főzni, igen. Most teszünk még hozzá egy kis olajat. És miért pont kuktába? Tudom, gyorsabb, de jobb lesz az íze is? Igen. Minden, ami lefolytva készül el, annak benne marad minden zamata íze. És akkor olajon kívül még mit adhatok? Sóbors? Olajon, sóbors. Ízlés szerint gondolom. Ízlés szerint, úgy van, úgy van. Igen, és utána sózni még lehet, kivenni belőle már nehezebb. És mennyi idő alatt fő meg? Hát egy 15-20 perc maximum. Akkor ez valóban gyors. Már 10 perce fő a csirkecomba kuktába, és akkor most elkészítjük a nokedlit, ugye? Mert az nagyon fontos, úgy hogy van. Nokedli nélkül, vagy csirkecomb nélkül nincs nokedli. Mi kell hozzá? Vagy te hogy készíted? Tojás, só, víz. És körülbelül, és liszt természetesen, hogy valami legyen is benne. Ennyi. Tehát semmi különleges semmi nincs. Különleges. Csak azért kérdezem, mert az én nagymamám tejjel csinálja. Igen, van, aki tejjel csinálja, én mindig vízzel szoktam, a tej úgy más ízt ad neki. Állagot is. Állagot is, és azért nem a nokkerlike domináljon egy ételbe, hanem az csak egy olyan mellékes. Jó. Olyan kenyérhelye. Thank you.
Addig megnézzük, hogy mit csinálnak a combikák. Itt rotyognak. Na, most jön a paprika. Na végre, mert hiányoltam, hogy hogy lesz paprikás csirke, hogyha nincs benne piros paprika, de akkor lesz. Igen, lesz benne piros paprika bizonyám. Elkészült a nokedli, amit ide is hozok az asztalra, és a petrezselyem ugye az nagyon fontos. Igen. Amit igen. Még nem vágtunk össze. Szerintem a legfontosabb. De miért? Ez adja meg neki a bukéját. A frissességét? A frissességét. Vágod? Vágom. Így, ahogy... Van? Vagy szedjem le a szárát? Ó, de kis kedves! Persze, innen levágod, azt eldobjuk. Jó. Úgy, és a többit megvágod. Ezt meg megvágom. Jó. És akkor a petrezselymet mihez fogjuk adni? A nokedlihez, vagy nem, a csirkecombhoz? A csirkehez. Uh-huh. Oda beletesszük, és egyet rottyan. Tehát még egy picit fővel. Igen, és akkor tesszük is bele a tejfölt. Egyszer egy kis... úgynevezett eresztéket, tehát egy kanálnyi lisztet vízzel, vagyis nem vízzel, hanem az őlevével, ami még van, ugye, azzal besűrítjük egy kicsit. Tehát akkor azt ellestem, hogy valószínű az lehet a titka, hogy annyira finom a csirke pörkölted, hogy mindig abból a levéből veszel. Igen, és sűríted. Mindig. Vagy főzött tovább, tehát nem sima vízzel, hanem igen, még erősebb igen. Íze lesz eszenciája. Jó, akkor megvan a titok. Ami nem is titok. Nem, most már nem, most már a nézők is tudják, úgyhogy el lehet készíteni ezt a finom csirkecombot. Készen van a csirkepaprikás, ki van tálalva. Remélem, hogy finom is. Mindenkinek jó étvágyat kívánok. Készítsék el bátran ezt az ételt is.